Sziasztok, De Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb speed build, és ezt a házat a Rex to nevű sorozatomnak a harmadik évadához készítettem, ez lesz az utolsó ház, amiben Jessiek lakni fognak, illetve már nem fognak, mert befejeztem az évadot, csak megígértem nektek, hogy a házukat még felújítom, illetve újjáépítem a sorozat után, és hát itt van a ház, ez lesz az eredménye. Azoknak, akik nem ismerik a sorozatot, sem a kihívást, azoknak elmondom, hogy az volt a lényege, hogy egy teljesen üres tálken kezdtük a szimünkkel, lenulláztuk a pénzét, és um, munkanélkül kellett meggazdagodnia. Ebből már van három évadni a csatornámon. Először kezdtük a City living el ott posztereket gyűjtögettünk, meg festettünk, meg, um, meg hógömböket gyűjtögettünk, meg mindenfélét. Az volt a legelső ilyen kísérleti fázis volt igazából, szóval szerintem az annyira nem volt jó maga az a sorozat, mert festéssel elég könnyű megazdagodni a játékban, és a festés nem feltétlenül specifikus a City Living kiegészítőhöz, úgyhogy ilyen szempontból teljesen mindegy volt, hogy a City Living kiegészítőt használtuk vagy sem. A második évad pedig a Seasons Expansion Pack-kel volt, amiben kertészkedtünk, illetve virágokat kötöttünk, és azt adtuk el az utcán, az nagyon király volt, én nagyon-nagyon élveztem ezt az évadot, és a harmadik évad pedig a Get Famous kiegészítővel volt, ebben volt Jesse, és ő influencerkedett, tehát youtuber volt, videókat töltögetett fel az internetre, és próbált híres lenni, majd jött a felesége Vanessa, aki ott hagyta a színészi karrierét, és írónak állt, és aztán ő is besegített így a családi kasszába, tekintve, hogy egészen hamar gyermekéig születtek két ikrek, két ikrek, két iker, és ők, velük fogjuk folytatni ezt a sorozatot, csak valamiért megzavart, hogy kint az utcán építkeznek, és nagyon-nagyon hangos egyébként. Elvileg nem halljátok a videóban, de engem nagyon zavar, mert úgy belebeszélnek a mondani valómba idézőjelbe. Na szóval az ikrekkel fogjuk folytatni ezt a sorozatot, és az Island Living kiegészítővel. Valójában először gondolkodtam rajta, mert egyébként gamepack is simán lehet csinálni Rex Turici sorozatot, hogy talán a Stranger Vill-el megcsinálhatnánk ezt az évadot, mert mint a következőt az ikrekkel, de rájöttem, hogy a Strangerville kiegészítővel nem jött elég megélhetés, munkán kívüli megélhetés, ezért végül azt skippeltük, de egyébként minden nagy kiegészítővel, vagy minden olyan kiegészítővel van Rex Turicsi sorozat, ugye onnantól kezdve, hogy nekiálltam ennek az egésznek, amiben van új megélhetés, szóval valószínűleg az Island Living kiegészítős évad után is lesz majd, úgyhogy ha valakit ezek a sorozatok érdekelnek, akkor tartsanak velem. Na szóval eljutottunk ideig, és rájöttem, hogy nincs is olyan sok pénzünk, és próbáltam spórolni, látjátok, hogy itt a konyhában viszonylag olcsó dolgokat használtam, de be kell ismernem valamit, véletlen csaltam. És igen, véletlen csaltam. Nem hiszitek el, de Tényleg nem tudtam róla, hogy hogyan is többszörözöm meg a pénzemet építés alatt, és uh, van olyan dolog, vagy létezik ez a dolog, majd látni fogjátok, hogy a galériából le lehet tölteni festményeket, amiket a szímek festettek, és nagyon-nagyon király, olyan, mintha custom contentet használni, de igazából nem custom content, ezt még egyszer hangsúlyozom, nem custom content egyik festmény se, ami megtalálható majd ebben a házban viszont úgy készülnek ezek, hogy aki feltölti magukat, ezeket a festményeket, az eredetileg belerakott custom content festményeket a saját játékába, és ezt lefestette a saját szimével, ugye, hogyha elég magas a festő jártasságotok, akkor megmondhatjátok a szimeteknek, hogy paint from reference, vagyis, hogy így lefessen valamit, amit éppen lát, és lefestették ezeket a custom content képeket a szímükkel, ezzel a funkcióval és feltöltötték a festett képet a galériába, ami alapjátéknak számít. Egyébként ugyanúgy a saját szimetek által festett dolgokat is, itt látjátok egyébként, ahogy pakolom ki őket, feltölthetitek a galériába és bárki letöltheti, függetlenül attól, hogy milyen kiegészítője van. Nem fog custom contentnek számítani. Ez nagyon fontos, hogy megértsétek, mert uh, tudom, hogy nagyon-nagyon sok kérdés lesz ezzel kapcsolatban, vagy félreértés mert még amikor az alapjátékházamat építettem, ott is mindenki írogatta nekem, hogy nem csak alapjátékot használtam hozzá, pedig igen, és abban még ilyen festmény sem volt, szóval érzem, hogy nagy zavar lesz ezzel kapcsolatban. Szóval, nem kezdtem content, és egyébként még úgy is létre lehet hozni, hogy a szímek nem lefestik, hanem lefényképezik az adott festményt, és akkor fényképként így kerettel lehet kirakni, mint amit itt láttok az étkezőben. A letöltési módja ugyanaz, mint ahogy mondjuk házakat vagy szobákat töltenétek le a galériából. A galéria azoknak működik, akik elmúltak 16 6 évesek, elvileg legalábbis Magyarországon, valahol 14 év a korhatár. Nem tudom, hogy hogy működik. Igazából én már elmúltam annyi idős, hogy lehessen galérián már, amikor megvettem a játékot, úgyhogy ebben sajnos nem tudok segíteni. Ennyi az információm, ami rendelkezésemre áll, és Szóval, akinek eredeti a játéka, kezdek összezavarodni. És elmúlt 16 éves, annak van a galériája, és van egy videóm, ami linkelve van a leírásban, amin megmutatom, hogy hogyan lehet dolgokat letölteni a galériából. Ezt is ugyanúgy kell letölteni. Beírjátok mondjuk a tárgynévhez, ugye az az alapvető keresési mód. Beírjátok oda, hogy art, vagy painting, vagy akármi, picture, bármi, és találni fogtok ilyeneket. És nagyon-nagyon király, majdnem letöltöttem az összeset, teljesen rá voltam függve, órákig keresgettem a festmények között. Ajánlom nektek is, mert tényleg jó módja ahhoz, hogy bővítsétek a játékotokat, mindenféle kiegészítő és custom content nélkül. És, és teljesen függő vagyok. Szóval így megtaláljátok ezeket a festményeket. A leírásban linkelni fogom, illetve nem linkelni, hanem csak leírni az Origin felhasználó neveiket azoknak az embereknek, akiknek én a festményét felhasználtam, és mellé oda fogom érni, hogy pontosan melyik festmény van tőlük, illetve melyik festmények vagy éppen ebben a házban melyik teremben találhatóak, és ez alapján tudjátok majd azonosítani, és hogyha ugyanezeket a festményeket szeretnétek letölteni, akkor megtaláljátok ezeknek az embereknek a fiókjában. Egyébként, hogyha ezt a házat letöltitek, tök mindegy hány kiegészítőtök van, ezek a festmények ugyanott fognak lógni a falon, szóval nem fognak eltűnni, ugyanott fognak maradni, semmi gáz nem lesz, úgyhogy kezeljétek így ezt a dolgot. Azért beszélek róla ennyit, mert eddig még soha nem fordult elő az, hogy egy videóban beszéltem valamiről, és részletesen elmondtam, hogy hogyan van, meg miképp van, és ne kérdeztek volna rá a komment szekcióban legalább ketten, szóval igyekszem Minél tovább beszélni róla, hogyha valaki belepörget a videóba, akkor is legyen esélye pont beletrafálni, hogy erről beszélek. Ja. Na, szóval a csalás. Ezekkel sikerült véletlenül csalnom, ugyanis mikor letöltitek ezt a galériából és elhelyezitek ezt a szobát a játékotokban, akkor valamiért sokkal olcsóbb, mint mikor eladod őket. Tehát ezek a festmények, rendes festmények, annyit érnek, mint amennyiért el tudnád adni őket a játékba, tehát hogy egy nagyon jó skiller rendelkező szín megfesti ezeket, akkor több ezreket érnek ezek a képek, viszont annyiért veszed őket, amennyiért megfested. Nem tudom, értitek e, hogy miről beszélek, szóval százba kerül mondjuk egy nagy festményt megfesteni a játékban. Itt ennyibe kerül a galériából elhelyezett festmény, mikor megveszed valószínűleg, legalábbis ez az én teóriám, másképp nem tudom, hogy hogyan lehetne pénzt csiholni vele. Na mindegy, szóval, amikor eladod ezeket a festményeket, mert mondjuk a hat festményből csak egyet használtál a házadban, a többit eladod, akkor bizony gyarapodni fog a pénzed. És én nem értettem, mikor építettem, hogy 90 ezerre vagy hát 90 ezeren volt, mikor ránéztem mondjuk a kis kasszámra. Aztán megcsináltam még három szabát, és még mindig 90 ezrem volt, mondom, ja, de jól tudok spórolni, tök jó vagyok, sikerül majd befejeznem a házat. Aztán kiderült, hogy nem, és ez csak akkor tűnt fel, mikor hirtelen a kevésből 150 ezer szimólaonom lett, és nem is volt annyi, mikor elindultam a berendezéssel, tehát hogy az építés előtt már volt annyi szerintem. És ekkor vált gyanúsá a dolog, szóval visszacsaltam a, a pénzemet olyan 70 ezerre, azt hiszem akkor vagy 90-re, nem tudom de az a lényeg, hogy biztos, hogy többe került ez a ház, mint amennyivel eredetileg kiindultunk, úgyhogy elnézést ez egy ilyen tényleg csalás a sorozatban, de tekintve, hogy vége van a sorozatnak ezért nem csináltam újra az egész házat, hanem folytattam, hogyha már elkezdtem egyrészt azért, mert ugye a City Living-es nem lettünk túl gazdagok, tehát nem lettünk elég gazdagok ahhoz, hogy az utolsó házunkat befejezzük, és később Maja, a Kélinnek a lánya hitelezett neki egy kis pénzt, hogy be tudja fejezni a házát, illetve hát vissza nem fizetendő kölcsönt adott neki, szóval végül befejeztük azt a házat, de egy kicsit olyan nem volt teljességérzésem, hogy ott hagytunk egy félig üres házat, mert nem maradt pénz befejezni, és ezért így végül nem foglalkoztam azzal, hogy ennyi pénzt kerestem, csak mikor és észrevettem, akkor onnantól kezdve már lecsaltam a pénzt. Ne haragudjatok, hogy nem tudok beszélni. Szóval így állunk. Remélem ez nem nagy probléma, úgysem fogunk már ezzel a háztartással játszani, a gyerekek úgyis ki lesznek rúgva, nekik le lesz nullázva a pénzük, úgyhogy sok mindent nem számít. Elképzelhetjük, hogy eltelt mondjuk 10 év, tekintve a lányoknak fel kellett nőniük, Ö, és, és az alatt még jócskán kerestek a szülők pénzt valószínűleg. A következő évad természetesen akkor kezdődik majd, mikor megjelenik az Island Living kiegészítő, addig nem tudom elkezdeni, szóval addig egy kicsit pangás lesz ezzel a sorozattal, de az már csak egy hét, másfél, nem tudom, nem tudom, hogy 21-én jelenik meg, azt tudom, de hogy már milyen nap van, fogalmam sincs, szóval akkor fogjuk folytatni, viszont tartozom még nektek egy ilyen összegző videóval, ugyanis uh, mindig csinálok screenshotokat a játékban, amiből lesznek a Temnének, vagyis hát így a borítóképek a videóinak, videóimnak, Jézusom, miről beszélek? Szóval a videóimnak, és uh, ezeket szoktam összegyűjteni egy-egy sorozat végén, és lejátszani nektek és egy kicsit összegezni, hogy mik történtek, meg mennyire tetszett a sorozat? Mi lesz? Az adott sorozatnak esetleg a jövője, vagy miért nem lesz jövője és ezt meg fogjuk csinálni itt a rex sorozattal, és legalábbis a harmadik évaddal, és mint már említettem, ennek lesz jövője, szóval arról fogunk beszélgetni egy kicsit. És a házról még azt kell tudni, hogyha már így elmondtam ezeket a menő kis csalásokat, hogy nagyon fekete-fehér. Ha emlékeztek, az előző házra az nagyon barna volt, nagyon ilyen természetes színekkel volt készítve, viszont az nagyon nem illett ide a piniclesre, de a csúcsára, ahol a gazdagok élnek, és szerintem mint még észre se vettem, hogy több pénzem van, pedig látjátok, hogy megy fel 116 ezer, mindegy, szóval nem illet ide a Pinnacle-re, mert az ilyen Los Angeles stílusú környék, ez egyébként, és úgy gondoltam, hogy valami modernebb villát kéne ide készítenem az illene ebbe a környezetbe, úgyhogy ez egy ilyen modern luxus ház lett, és a háttérsztori az ugye az előző háznak is ez volt a háttérsztori, hogy azt Vanessa választotta, Vanessa nézte a színeket, és ő rendezte be igazából, mert Jesse elfoglalt volt, most pedig úgy gondolom, hogy Jesse rendezte be a házat, vagy nem feltétlenül rendezte be, de ő diktálta a stílust, hogy mi milyen legyen, és mint említettem, Jesse egy influencer per youtuber, és Vanessa pedig egy író, Ebben a házban mindketten megkaphatták a saját dolgozószobájukat. Jessie nyilván sokkal nagyobb, mint vanessa -jé. ment neki kell külön gép, kell a youtuberes gép, kell szekrény, mindenféle. Ugye van ott az a Music Production Station, és amivel nem sokat játszottunk, de azt vettem így fejlesztésnek, hogy ezzel folytatja majd a kis de azzal nem sok mindent csináltunk, maradtunk a videózásnál, és úgy gondoltam, hogy ez a kis cipős gardrób, meg ruha gardrób nagyon élene a dolgozó mert fashion vlogokat is csinált Jessie annak idején, és egyébként a kedvenc szobám Vanessa-nak a dolgozószobája, még méghozzá azért, mert reggel készítettem a képeket, mert mint a játékban reggel, kivételesen nem a való életben reggel, és nagyon-nagyon szépen besütött a nap, pont keletre néz, ezek szerint, az a dolgozószoba, és ezméletlenül jó színek voltak. Úgyhogy ezt majd látni fogjátok a screenshotokon, és egyébként most is készítettem felülnézeti screenshotokat, ugyanis ez is egy nagyobb volumenű épület, ahol sok mindent kivágtam a készítés során, és ugye már nagyon régóta, kértétek, hogy olyan felülnézeti képeket csináljak, amit build and buy módban készítek, és és így látszanak ezek a beosztások, vagy hogy hívják ez a rácsozat, per térháló, ki hogy hívja. És mindig elfelejtettem ezeket, főleg azért, mert élő módban készítettem a képeket. Továbbra is úgy lesz, hogy ami közösségi terület, vagy nyaraló, ott semmiképp nem tudok ilyen képet csinálni, ja, de tudok, mikor befejezem az építést, mielőtt oda költöztetem a színeket, akkor végül is tudok, és igyekszem észben tartani, hogy legyen ott a rácsáló, és még build and buy módban készítsem el ezeket a képeket. Nem, nem ígérem, hogy így lesz, mert feledékeny ember vagyok, de most odafigyeltem ennél a háznál, szóval végül a felülnézeti képet Rácsálóval fogjátok látni a végén, ami segít azoknak, akik szeretnék megépíteni ezt a házat egyedül, mert vagy nincs még galériájuk, vagy nem eredeti a játékuk, vagy um, konzolon játszanak, tehát Xbox-on vagy PlayStation-on. Egyébként Xbox-ra és PlayStation-re is egészen hamar megérkezik ez az új kiegészítő, szóval egy kicsit kezdik felhozni magukat a konzolos a készítők, és egyre közelebb jön ki egymáshoz a konzol és a PC verzió, szóval azt hiszem július 16-án jelenik meg konzolra az Island Living kiegészítő, úgyhogy nektek sem kell sokat várni, főleg most már nagyon PC hangulata van az Xbox-os, playstation -os játéknak is, mióta kijött az egér és billentyűzet támogatás a konzolra, tehát most már tudjátok használni az egeret meg a billentyűzetet ott is, és nem akkor a szívás építeni a kontrollerrel. Nekem egyébként nincsen konzolom, szóval csak PC-n elérhető a házam, illetve az összes házam csak PC-n elérhető a galérián keresztül, más helyre nem szoktam felpakolni őket, úgyhogy sajnos a konzolon játszok arra vannak szorulva, hogyha nagyon szeretnék a házaimat látni a játékukban, hogy megépítsék saját maguk, ez egy kicsit Biztos ö, szíves, és nem csak ugye az én házamat kell nekik megépíteni, hanem ha valaki más házát meglátják így Youtube-on, és megtetszik nekik akkor valószínűleg azt is. Konzolra is érkezik majd nyilvános galéria, de nem hiszem, hogy olyan lesz, hogy a PC és házakat bele lehet rakni a konzolos galériába, de még nem tudom, majd biztosan kiderül. Annyira nem követem egyébként a híreket, konzollal kapcsolatban, inkább a PC-vel kapcsolatban, és ha már a híreknél tartunk, nagyon sok infót meg szoktam osztani veletek a közösségi fülön, úgyhogy ha nagyon szeretnétek beleválni magatokat ebbe a világba, az infókba, amik a simszál kapcsolatosak, akkor kövessétek a közösségi fület, illetve mielőtt kérdeztek bármit, kellett nézzetek körül egy kicsit a közösségi fülön, vagy ö, a leírásban, és esetleg a kommentekben, mert gyakran válaszoltam már valakinek ugyanazzal a kommentel, és olyankor nem válaszolok még egyszer. És csak azért, mert egyébként 20 nem nagyon szokott több komment érkezni videókra, esetleg az idővel talán szaporodnak a nagyon régi videóimon, lehet, hogy több van. Úgyhogy nem akkora teher végigolvasni, illetve nincsenek olyan messze egymástól a kommentek, az azonos kommentek, szóval nézzétek meg, mielőtt, uh, mielőtt kérdeztek. Sőt, gyakran így rögzítem a kommentemet fölül, ami ilyen hát ilyen fontos információ, vagy ilyen közérdekű információ. Na, <laughs> csak kinyugtam, mit akarok. És látjátok, itt az éjjeli szekrényen azokat a pár plumbob, nem tudok beszélni, szóval azokat a plumbob lámpákat, ezeket úgy tudjátok megszerezni a játékban, hogyha le van töltve nektek a Sims 3, és nem csak az alapjáték, hanem mondjuk minden egyes kiegészítőért kaptok egy ilyen lámpát a Sims 4-ben, és én is így kaptam ezeket a lámpákat. Természetesen, hogyha nektek nincs meg a Sims 3, és letöltitek ezt a házat, akkor összvissza az a pár lámpa fog hiányozni a házból, szerintem az nem nagy veszteség. Ki tudjátok pótolni egy sima éjjeli lámpával, vagy hát ilyen éjjeli szekrényre való lámpával. Összesen négy darab ilyen kis plámbab lámpa van a házban. Egy a szabályában és egy Hena szabályában lettetek, hogy befejeztem Hena szabályát, ami nagyon-nagyon rózsaszín lett. annak ellenére, hogy mondtam, hogy nem egy Barbie babás, nagyon habos babos szín, mégis ilyen lett a szabálya, mert most ezt tetszett, de továbbra is tartom magam ahhoz, hogy ő nem egy Barbie-baba feltétlenül, de szereti a rózsaszint meg a szürkét, úgyhogy igen, most ez így jött össze, de továbbra sem Barbie-baba, szóval <laughs> még mindig úgy gondolom, hogy ő azért annyira nem durván elkényeztetett, vagy nem, nem él annyira burokban, hogy Barbie-baba ba Barbie legyen, csak már tényleg nem tudok beszélni, és látjátok, hogy igazából ennek szobája ugyanolyan felépítésű, nagyjából ugyanazokat a bútorokat tartalmazza, mint Henái, csak más színben és más stílusban egy picit és nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a szobák. Ugye, ha követtétek a sorozatot, tudjátok, hogy az lesz a következő évadnak az alaptézise, hogy ők ketten utálják egymást, Hena és Ena, mert nagyon rossz testvérek voltak, és Desi és Vanessa így akarja őket se tanítani, vagyis megnevelni, és kibékíteni, hogy kirúgják őket a házból, hogy végigjárják azt az utat, amit ők, de eleinte csak Jesse, <laughs> és ez összekovácsolja majd őket, remélhetőleg. És közben itt látjátok a screenshotokat. Én egészen büszke vagyok erre a házamra, nekem nagyon tetszett, amint még érdemes megjegyezni, hogy azért ilyen szürkések és sötétek a bokrok, meg virágok, mert ősz volt a játékban, mikor abba hagytuk ezt az évadot, és hát nyilvánvalóan úgy építettem ezt a házat, hogy a család ott élt közben, tehát hogy nem csak beléptem a map view-ból, vagyis hát a map overview-ból. Szóval ezért voltak képszakok, miközben építettem. Egyébként, hogyha csak így a Manage Words-ből beleléptek az adott telekre építeni, akkor évszakmentesen tudtok házat készíteni, ami szerintem nagy segítség, mert annyira nem izgi össze vagy télen építeni, kivéve, hogyha specifikusan ahhoz az évszakhoz szeretnétek készíteni egy házat. Jó sok screenshotot csináltam, most mindenről látni fogtok screenshotot minden apró részletről, és én nagyon szeretem őket. Ö, ahogy láttátok, kivágtam itt is a de ezekről is van screenshot, úgyhogy nem maradtok le, és néhány képen láthatjátok a karaktereket is, akik nem ismerősek velük, azoknak nem sok mindent jelent, meg lehet, hogy azoknak sem, akik nézik a sorozatot. Lehet, hogy ennen szobájába, uh, en elfelejtettem rakni olyan kis um, olyan kis táblácskát, amire lehet mindenféle jegyzetet szúrni, Látjátok, itt vannak a fürdők. Viszont hamarosan a végére érünk a videónak. Remélem tetszett nektek. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!